A Kállósemjéni galamb és díszbaromfi kiállításon 488 galamb mellett 64 különleges díszbaromfit is értékeltek a bírák. Az általános iskola tornatermében első alkalommal tartották meg a helyi egyesület kiállítását. A zsűrizés után az állatokat a közönségnek is bemutatták. 72 kiállítónak közel 50 fajta állatát lehet megtekinteni. Vannak az egész kis testű galamboktól mindenféle galamb megtalálható. Épp a vezetőbírálunk mondta az imént, hogy nagyon tetszik neki a kiállítás, hiszen nem az van, hogy egy-két fajta galambból megtellik az egész terem, hanem nagyon sok galamb és díszbaromfi is megtalálható. A madarak eszmei értéke felbecsülhetetlen, egy-egy kiállított példány kereskedelmi értéke pedig a 200 ezer forintot is elérheti, mondta el a kiállítás vezető bírája. Mindenfajta galambnak van egy fajta leírás, egy úgynevezett sztenderdje, amihez hasonlítani kell a galambot. Ez a sztenderd, ez meghatározza Csőrehegyétől a Farka hegyeig, hogy milyen legyen színben, rajzolatban, méretben, alakban, és az ettől eltérést minősítik a bírálók, így jön ki az az eredmény, amivel a galamb besorolást nyer. A folyamatos kiállítás és a besorolások megszerzése azért fontos a résztvevő kiállítók számára, mert így kaphatnak visszajelzést arról, hogy milyen szinten van a tenyésztési állományuk, és milyen részletekre kell odafigyelniük a további munkájuk során.